Felújításon ment keresztül a Dóczy Antal diakóniai ház. Egyre több a koronavírus megbetegedések száma városunkban. Prevenciós továbbképzést tartottak a II. János Pál katolikus általános iskolai óvodában. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, de nem csak itt, hanem YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is találkozhatnak velünk. Jó estét kívánok! Új padlót, festést, ajtókat és napelemes energetikai korszerűsítést kapott a Dóczy Antal diakóniai ház. A megváltozott munkaképességű embereknek otthont adó másik két intézményegységben is számos feladat megvalósult. Egy újabb telephely nyitása is folyamatban van, amely plusz 4 lakó elhelyezése mellett további 2 munkahelyet is jelent. Évről évre szépül a Dóczy Antal diakóniai ház. A megváltozott munkaképességű embereknek támogatott lakhatást nyújtó intézményben korábban már kicserélték a nyílászárókat és az összes helyiséget kifestették. Tavaly kezdődött egy energetikai korszerűsítés, amelynek első lépése a napelemek felszerelése volt. Ezt idén augusztusban üzembe is helyezték. A külső falra felszerelt inverter monitora folyamatosan jelzi, mekkora az energiatermelés. Ez nagyban segíti a felhasználás optimalizálását, ugyanis úgy tervezték, hogy az új rendszer többnyire fedezze a szükségleteket. A másik két intézményegységben is zajlottak rekonstrukciók. Az Ózdi telephelyünkön ott egy festés történt, ott is minden helyiséget kifestettünk. A domaházi telephelyünkön ott egyelőre annyit sikerült beindítanunk, hogy oda is telepítve lesz egy kisebb napelemrendszer, ami energetikailag biztosítja ott a villamos áramellátást, és majd a későbbiekben, hogyha szerencsénk úgy hozza, akkor ott is esetleg lesz klíma is. Utóbbi esetében egy fatüzelésű kazánt szereltek be, hogy ezzel is próbálják csökkenteni a gázfogyasztást. A telephelyeik száma is bővülni fog, amely újabb lakók befogadását jelenti majd. Azonban mindenek előtt ezt az épületet is rendbe kell tenni. Múlt hét pénteken presbiteri gyűlést tartottunk a táblók 8 szám alatt az Ósajóvárkonyi Református Egyházközség presbitériumában, és egyöntetűleg megszavazta a presbitérium, hogy a tábla 5 szám alatti megőrült ingatlanunkat azt hasznosítsuk, és így 4 fővel tudjuk bővíteni az intézményi lakóknak a lélekszámát, eddig 22, így pedig már 26 fő fogyatékkal élő ember számára tudunk lakhatást biztosítani, illetve a bővüléssel nem csak a lakók lélekszáma, hanem a munkavállalók lélekszáma is növekedni fog, és 2 új állás fog így megvalósulni. Korábban a Főnix Alapítvány működött itt, akik az intézmény lakóinak, megváltozott munkaképességű embereknek biztosítanak munkát. Ők kinőtték magukat, ezért nagyobb intézménybe költöztek. Reggel felkelünk, eljárunk dolgozni, fel a városba, az inkubátorba, hazajövünk utána, meg ebédelünk, saját magunknak főzünk, ellátjuk magunkat, jól érezzük magunkat, azt csinálunk, amit akarunk, mehetünk, utazhatunk akárhova, csak szólni szoktunk, hogy tudjanak róla, hogy hova megyünk. Úgyhogy nagyon jó. A főnök rendes, tényleg mindent megtesz a lakók, én azt lehet mondani. Meg a tiszteletes asszony is mindent megtesz. Mind a ketten nagyon jó szívű emberek, mert tényleg miértünk vannak. A központi intézményben, azaz a Dóczy Antal diakóniai házban az energetikai fejlesztésen túl új laminált padlókat és faajtókat tettek a helyükre. A tervek között szerepel egyébként a klíma bekötése a szobákba, amelyet a napelemekkel szeretnének üzemeltetni, valamint az elültető renoválása és a szigetelés. Hosszabb lesz a téli szünet, erről is beszámoltak a mai kormányinfón. Vujás Gergely közölte, hogy a kormány döntött a nemzeti konzultáció elindításáról. Azt remélik, közös fellépéssel véget lehet vetni az energiaárak emelkedésének. A miniszterelnökséget vezető miniszter továbbá bejelentette, hogy fontos változás lesz az iskolákban. A spórolás miatt hosszabb lesz a téli szünet. Ez december 22-től január 8-áig fog tartani, vagyis december 21-e szerda lesz az utolsó tanítási nap ebben az évben. Az új évben január 9-én mennek először iskolába a gyerekek.
Sokan fordulnak koronavírusra utaló panaszokkal a házi orvosokhoz. A legjobban védekezni a maszk használattal és az oltással lehet. Emellett fontos a különböző vitaminok rendszeres fogyasztása is. A jelenlegi határozat szerint a pozitív tesztet produkáló pácienseknek 7 napra kell önkéntes házi karanténba vonulni. A hideg idő beköszöntével ismételten emelkedik a koronavírusos betegek száma. A légúti tünetekkel jelentkező páciensek között tesztelést követően egyre több a pozitív eredmény. A szakemberek azt javasolják, hogy akik ilyen panaszokat észlelnek magukon, maradjanak otthon és telefonon jelentkezzenek a házi orvosuknál, akikkel megbeszélhetik a további teendőket. A vírusfertőzéseknek tüneti terápiája van, okiterápia kevés. Azok a gyógyszerek, amiket a nagyon súlyos variánsokba adtunk, azoknak most kevesebb létjogosultságát látjuk, mert ez inkább felső légutakat támadja meg, tehát inkább ilyen náthaszerű torokfájás, ordugulás, megfázásos tünetekkel jár, kevésbé jellemző rá a tüdőgyulladás. Nagyon fontos kiemelni ismételten, hogy ez egy vírusos betegség, tehát a gyulladáscsökkentőknek van értelme, ami a non-szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába tartozik. Az idősebbeknek, akik más társbetegségben is szenvednek, azt javasolják, hogy a nagyobb tömegben viseljenek maszkot és figyeljenek oda a kézmosásra is. Emellett az oltás felvétele is nagyon fontos. 3-at, jó volt, még tavaly megkaptam, nekem nem volt semmi bajom, 76 éves vagyok, de nincs különösebb. Nem volt, hál' Istennek, kizértük. Ez van, ki tudja, itt mi gyárunk, azért egy cseppet betartsuk a izét. Most már remélem, hogy elmúlik, el fog tűnni, már azt mondják, hogy az izébe eltűnik a világ, de hát ezt még nem lehet tudni pontosan, hogy lesz vagy nem lesz. Úgyhogy vigyázunk. C-vitamin, vitamint kell. Van egy olyan véleményem róla, hogy én úgy gondolom, hogy a szervezet az szerintem ez ellen is, mint bármi más ellen védekezhet. Én nem kaptam is, nem is szándékozom ezt igénybe venni. Fontos a zöldség és gyümölcs rendszeres fogyasztása, valamint a különböző vitaminok bevitele. Jelenleg a pozitív koronavírus tesztet követően 7 napra önkéntes karanténba kell vonulni a pácienseknek. A tünetek elmúltát követő 3 napban lehet újra közösségbe menni. Függőségprevenciós továbbképzésen vettek részt a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda, valamint a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda nevelői. Az előadás célja az volt, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a szenvedélybetegségek és függőségek kialakulásának folyamatáról és okairól, illetve a lehetséges következményekről. Rendhagyó módon nem a diákok foglaltak helyet a II. János Pál Katolikus Általános Iskola egyik termében, hanem a pedagógusok figyelték az előadót. Függőségprevenciós továbbképzésen vettek részt a helyi és a Hangonyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola tanárai. A tanulókat egyre több stressz éri, ami gyakran oda vezet, hogy valamilyen szenvedély, illetve függőség rabjává válnak. Rengeteg olyan probléma van, amit függőségnek nevezünk. Szerintem, ami mostanában az utóbbi években elterjedt, ez az internetfüggőség, a számítógép függőség, a mobiltelefonokon való kommunikációnak a függősége. Amellett, hogy a gyerekek ezekkel a régi klasszikus függőségekkel is találkoznak, a dohányzással, étkezési zavarokkal, esetleg a családban, ha még nem is az ő korosztályukban, az alkoholizmussal. Ezek közül kiemelném azért a dohányzást, ami már felső tagozatban jelentkezik az általános iskolákban is. Az iskoláknak tanévelején volt lehetőségük arra, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézet képzési kínálatából válasszanak egy olyan kurzust, amit helyben elvégezhet a képző. A két intézmény közösen pályázott. Majó Márk Gábor, a Prevenciós Oktatási és Iskolai Konfliktuskezelés Segítő Egyesület elnöke elmondta, hogy a továbbképzésnek több célja is van. Rávilágít többek között arra, hogy a pedagógusok felismerjék az előadáson elhangzottak alapján a diákok esetleges problémáit, amit időben orvosolni tudnak. Nagyon fontos a prevenció, a megelőzés. A gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve kell elmondani, hogy hogyan tud megjelenni a függőség, mint káros jelenség. Ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy
hogy általában a függőségek valamiféle kompenzációt próbálnak képviselni, tehát valamit próbál pótolni az ember. És inkább mi arra szoktunk elmenni, arra az irányba is, hogy nem csak az, hogy ismeretátadás arról, hogy na, akkor mik a drogok, mik a kábítószerek, mik a viselkedés függőségek, hanem hogy alternatívát kínálunk. És ez nagyon fontos, hogy olyan élményekhez tudjunk juttatni a gyerekeket, olyan emberi kapcsolatok kiépülésében segítsük őket, ami egy egészséges személyiségfejlődéshez fog vezetni. És akkor tudjuk igazából csökkenteni annak a kockázatát, hogy valamiféle függőséggel találkozzon az ő élete során. Az iskola nem csak erre a kurzusra pályázott, hanem több hasonló továbbképzésre is, amely előadások a pedagógusok munkájában, az oktatásban és nevelésben segítséget nyújtanak a jövőben is. Visszaállítják eredeti állapotába azt a buszmegállót, amelyet a magyar kétfarkú kutyapárt alakított át Sajóvárkonyon. A Megcsei István úton az orvosi rendelő előtt elhelyezkedő megálló vasszerkezeti elemeit átfestették barnára, valamint vastagabb kartonpapírral erősítették körbe, amelyen egy olasz luxus divatmárka logója látható. A felújításról a legnagyobb közösségi oldalon is beszámoltak, sokan kommenteltek a posztok alá, az ott élők véleménye igencsak megoszló volt. Több környékbeli provokációnak vette a gesztust, azonban voltak olyanok is, akik viccesnek találták, és akadtak, akiknek kifejezetten tetszett a megvalósítás. A terület képviselője is az internetes portálról szerzett tudomást az ügyről. Váradi József elmondta, hogy az alkotók nem kértek engedélyt a munkálatok kivitelezésére, sem az önkormányzattól, sem pedig az Ózdi Városüzemeltető Intézménytől. A helyreállítást jövő hét elejére tervezik az intézmény dolgozói. Információink szerint a párt tiltakozik, már aláírásgyűjtést is szerveztek ez ellen. A terület képviselőjeként fontosnak tartok minden fejlesztést. Örülök is neki, hogy valamilyen szinten próbálkozik a párt, de látszik, hogy nem igazán olyan jellegű munkát végeztek, ami elfogadható. Egyébként engedélyköteles is lett volna, mivel közterületen van, ezért az önkormányzattól engedélyt kellett volna kérniük, hogy a buszmegállót szeretnének ők felújítani. Ennek ellenére ők engedély nélkül elvégezték a munkát. Felvettem az Óvi vezetőjével, Molnár Gáborral a kapcsolatot. Helyre lesz állítva a buszmegálló, ki lesz javítva. Feleségek felesége címmel pódiumműsorra várják az érdeklődőket az Ózdi Városi Könyvtárban szeptember 30-án, pénteken 3 órától. Az előadás Szendrei Júlia emléke előtt tiszteleg. A mű kort megidéző látványvilágban, a zene és az irodalom egységében hozza közelebb Petőfi Hitvesének egyéniségét. Előadják Taján Marian és Lázás Balázs színművészek, valamint Csörsz Rumen István régi zenész, irodalomtörténész. A belépés díjtalan. Horgászversenyt rendeztek a hangonyító partján az OAM érdekképviseleti szervezetének köszönhetően. A halfogó nap ötletét tavaly vetették fel, ami olyan érdeklődést mutatott, hogy ebben az évben már másodszor foglalták el a partot az OAM lelkes horgászai a nagyfogás reményében. 36-an neveztek, akik között a gyengébbik nem is képviseltette magát. Pontyok, kárászok és amurok akadtak a horgókra. Sok horgász kedvencein a hangonyitónál hirdetett versenyt az Ózdi Acélművek érdekképviseleti szervezete. Idén már második alkalommal várták az elszánt pecásokat a partra, akik közül többen szabadságukat töltik, csak azért, hogy kifogják a tó legnagyobb halát. 36 résztvevőt sikerült a versenyre nevezni, köztük két horgászföldet, van két gyermekversenyzőnk, tehát nem csak a dolgozók, hanem hozzátartozók és családtagok is indulhattak a versenyen. Hát az eredmények azok ugye az idő jóvoltából elég szépen mutatkoznak. Vannak olyan helyek, ahol már 30 kg feletti halfogással rendelkeznek. Persze vannak kevésbé fogósabb helyek is, de gondolom, hogy ez még a verseny végére majd alakul. A versenynek megfelelően a horgászállásokat kisorsolták, tehát szerencse is kellett ahhoz, hogy a legoptimálisabb helyről dobják be a csalit a résztvevők. Leginkább a féder technikát tartották a legeredményesebbnek a fogáshoz. A tó halállományának köszönhetően bármilyen szerelékkel lehetett halat fogni. Tóth Beatrix már gyakorlott horgásznak számít, az eddig kifogott zsákmánnyal meg van elégedve.
Örülünk nagyon, hogy ilyen jó időnk lett, mert végig esőt mondott a mai napra, de szerencsére, hál' Istennek, jó időnk van. Sokan pontyozunk, kárászozunk, én féderezek, vannak, akik inkább a bojlis technikát részesítik előnybe, én a rövid táv idő miatt inkább a fédert. De vannak pontjaink, amúrjaink, kárászaink, 7 kilósak vannak, úgyhogy az egész jó eredményebb az időbe. Fónagy József is benevezett a megmérettetésre, aki bízik abban, hogy a szerencse mellé áll. Elmondta, hogy nem a legideálisabb helyszámát húzta ki, de a verseny az verseny. Tartani kell a szabályokhoz magát. A nagyfogás reményében többféle finomságot kínált a halaknak. Következőben megpróbálok egy narancsseprés szereléket. Hát nem tudom még, hogy mi lesz. Eddig 2 karrászom van, remélem, hogy az elkövetkezőben még valami jön 2 óráig. Hát ahogy hallottam, a többieknek már volt nagyobb szerencséjük, én nekem nem igazán. De reméljük, hogy még lesz. A kifogott halaknak természetesen semmilyen bántódásuk nem esik, hiszen testi épségüket figyelembe veszik a horgászok. Szájukat fertőtlenítik, a halbölcső és a nagyméretű haltartó, valamint a sűrű szövésű merítőháló használata kötelező a tó szabályzata szerint. Minden pikkelyesre vigyáznak, hogy épségben visszakerüljön a vízbe. A horgászverseny nyertese Krizsai Ferenc lett, akinek egy több mint 7 kg-os amúrt is sikerült kifogni. A győztes összesen 29,95 kiló halat zsákmányolt. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Új padlót, festést, ajtókat és napelemes energetikai korszerűsítést kapott a Dóczy Antal diakóniai ház. A másik 2 intézményegységben is történtek rekonstrukciók. Sokan fordulnak koronavírusra utaló panaszokkal a házi orvosokhoz. A legjobban védekezni a maszkkal és az oltással lehet. Fontos a különböző vitaminok rendszeres fogyasztása is. Függőségprevenciós továbbképzésen vettek részt a pedagógusok. A résztvevők ismereteket szereztek a függőségek kialakulásának folyamatáról. Horgászversenyt rendeztek a Hangonyító partján. Az Ózdi Acélművek érdekképviseleti szervezetének köszönhetően a megméretetésre 36-an neveztek. Most pedig lássuk, milyen időjárásra számíthatunk. Pénteken is gyakran megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is várható eső, zápor, zivatar. Napközben leginkább a lokális csapadék lesz jellemző, reggel és este kiterjedtebb csapadékzónák áztathatják az országot. A szél többfelé élénk lehet, ismét nyugaton, északnyugaton lesz a leghűvösebb, délkeleten a legmelegebb. Térségünkben hajnalban 11, délután 19 fok várható. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. A híradót követően Felfedező című turisztikai magazinunk korábbi adását ismételjük meg. Úti cél Recsk. Friss hírekkel legközelebb holnap jelentkezünk. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!